Csíkszeredába látogatott Szilvia Piszika, a népszámlálás koordinációs egységének vezetője, hogy tájékozódjon a népszámlálás önkitöltéses szakaszában az utóbbi hónapban megfigyelhető csíkszeredai és Hargita megyei robbanásszerű növekedés hátteréről. A főkoordinátor szerint Csíkszereda és Hargita megye országos szinten nagyon jól teljesít. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke a népszámlálási eredményeket egyfajta fokmérőként említette, ami az intézményekbe vetett bizalmat jelenti. Azt mondtam, hogy ez megint egy fokmérője az intézményekbe vetett bizalomnak a lakosság részéről az eredmény, hiszen ezelőtt egy hónappal, amikor még ugye ott volt az április 3-ai választás, tehát nem akartuk összekeverni a dolgokat, akkor 18,5%-on állt Hargita megye, egy hónap alatt egy nagyon összehangolt, tudatos párbeszédet sikerült kialakítani, és látszik az, hogy ott, ahol van bizalom a lakosság részéről, ott igazából van együttműködés, hisz a népszámlálás nem lehet erőszakkal, fenyegetéssel, hanem párbeszéddel és értelmes párbeszéddel megvalósítani. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a népszámlálás kapcsán a kihívásokról és a következő időszakról beszélt. Az, ahogy a népszámlálás önkitöltéses időszakát meghosszabbították 2 héttel, gyakorlatilag sokkal kevesebb időnk maradt, hogy a népszámlálók be tudjanak jutni a háztartásokba, azokba a háztartásokba, akiket nem tudtunk elérni ebben az időszakban. Ezért a kihívás az, hogy hol van az a pillanat, amikor már az önkitöltéses fázisnak a bekapcsolásába a közösség nem tud többet teljesíteni, mert gyakorlatilag olyan háztársakról beszélünk, akik kevésbé kapcsolatban a közösségi életbe, vagy kevésbé érhetőek el. És ezért nem csökkent az a nyomás, ami rajtunk van, mert az legfontosabb, hogy minden csíkszeredai meg legyen számolva, az identitásával együtt legyen az nemzetiségi, vallási vagy éppenséggel sajátos életviteli identitásával, mert ezáltal abban segít a jó adat, hogy hosszabb tervezésekben jól tudjunk dolgozni. Úgyhogy a következő 2 hétben inkább arra koncentrálunk, mi fog következni a 6-7-es utolsó nekifutásnál a rendes népszámlálási időszakban, és ebben a 2 hétben, ha még azon be olyan célcsoportokat a közösségben, akiket érdemes megszólítani, az önkitöltés fájlásában vegyenek részt, ezt megtesszük. Szilvia Piszika, a népszámlálás koordinációs egységének vezetője elmondta, hogy Hargita megye 2. helyen áll jelenleg a népszámlálási kérdőív kitöltése kapcsán. A Hargita megyei és azon belül a csíkszeredai látogatásom oka abból adódik, hogy az elmúlt 4 hétben az önkitöltés alakulása Hargita megye, de leginkább Csíkszereda tekintetében kimagaslóan erős és jó volt. Egy villanó növekedésnek lehettünk tanúi, ezáltal egy rendkívüli vezetői helyet ért el a megye. Hargita megye 2. helyen van Brassó megye után, és Csíkszereda újból elől tart 2. helyen Sepsiszentgyörgy után. De az is lehetséges, hogy hamarosan meg tudják előzni. Csíkszeredában az elmúlt hetekben több önkitöltés szorgalmazó kampány is megvalósult, többek között a Népszám Szerda, a Népszám Suli, a Népszám Kávé és a Népszámítón programok. Ez mellett folyamatosan népszerűsítik az összeíró pontokat is.